Hello, sziasztok, ez itt Kerberus. Csak hogy ne érje szólház elejét, ezért az újonnan bekerült három királyság hőst, Liu Bei-t is leelemezzük, illetve ez nem is lesz annyira elemzés, inkább csak szót ejtünk róla, hiszen nem igazán hiszem, hogy van rajta mit elemezni. Úgy emlékszem, hogy nagyjából a múltkori videóban is kifejtettem, hogy nekem nem különösebben szimpatikusak ezek a hősök, úgyhogy úgy többé-kevésbé át fogok siklani ezen az eseményen, mint maga az esemény sem. Na de lássuk meg, hogy mit is tud ez a hős. Druida osztályba tartozó, és csak az emlékeztetés kedvéért, hogy amennyiben egy ilyen található a csapatban, már egynél is aktivizálódik a családi bónusz, ebben az esetben, ha 2% mana, each time a minion is summoned for the hero, 2% manát kap a hős, amennyiben minion summonálnak neki, és ugye fogjuk látni, hogy tulajdonképpen ő saját maga is minion summonál. Szóval a 2% mana mellett, ha egy ilyen hős, családi hős található a csapatban, 2 esetében 4, 3 esetében 6, és gyógyul is egy picikét ez a hős, ugyancsak szintén a hozzátartozó családi hősök 2-3, illetve 4%-kal egy 2-3 hős esetén. De illetve van ez a morál boost, ugye erkölcsi bónusz, amennyiben ezen az eseményen használjátok ezeket a hősöket, akkor ők és a csapattársak plusz 10% támadást, 3% defet és plusz 7% életerőt nyernek. Ebből adódóan akárhogy is bármelyik legyen meg, azért érdemes használni őket, de ugye azt írja a leírás, hogy in War of the Three Kingdoms, három királyság eseményen belül érvényes ez az alsó bónusz itt, úgyhogy ez másút nem. A családi bónusz nem különösebben erős, és akkor nézzük Liu Bei-t, druida osztályba tartozó hős. Druida önmagában is, ugyebár kreálhat az osztálynak köszönhetően egy minyont, így talán egy icike-picikét még jobban ki tud aknázódni, hogy így mondjam, ez a családi bónusz, hiszen ebben az esetben is, hogy kellene kapja. Ebben az esetben is kellene kapnia Liu Bei-nek az extra 2% manát, és az extra 2% healt. Na nézzük, az attribútumok 805-ös támadás, 788-as defense, ez elég magasnak tűnik, egy első látásra is, és 1419-es életerő. A támadás is nyilvánvalóan magas, a defense az eléggé, és hogyha valamelyik őtök ezt húzza, kihúzza, megidézi karaktert, és szeretnétek talentelni, akkor az feltűnő, hogy nagyon magas neki a defense, úgyhogy mindenképpen kardocska és életerő talent pályán vinném őt, ahol csak lehetséges. Call to Arms fegyverbe hívás képességével rendelkezik, és közepes van a töltődésen. 340%-os sebzést osz ki az ellenfélre és azok szomszédaira. Itt ugye rögtön feltűnő lehet, hogy a szintén ezen három királyság eseményen kiadott másik zöld karakter Guan Yu, hát Ganju-nak hívjuk, csak nem Ganju, de nevezzük annak, szóval ő 390%-ot sebez három ellenfélnek, ugyancsak közepes mana töltődésen, úgyhogy ebből a szempontból ő mindenképpen ráver Liu Bei-re, és a másodlagos képességei sokkal jobbak. Nézzük, Liu Bei mit tud, azt mondja, summonál egy Shu katonát, minion formájában minden szövetségesnek, ez 9% életerőt örököl, és 17%-os sebzést a castertől. Illetve, ezt már tudjuk, ismerjük ezt a félefajta képességet, ezek a Shu katona minionok a tulajdonosuknak counter attackot adnak, mármint hogy a minion képezi ezt a counter attackot, rajta lesz rajta ez a bizonyos riposzt, és ez 50%-nyit sebez vissza a támadónak, és lévén, hogy ez minionhoz kötött, ez az effektus eltávolíthatatlan, akkor távolodik el, akkor szűnik meg, amikor megölik a minyont. Hát nem tudom,
biztos mentem, azt hiszem a sárga ötcsillagos az, akinek ilyen hasonló képessége van. Nem igazán észleltem, hogy ez különösebben sok vizet zavarna, úgyhogy gyakorlatilag kapunk egy közepes manatöltődés mellett, értsétek jól, amit mondok, egy nem különösebben nagyobb sebzőt. Természetesen nagy ez a sebzés, de hogyha azt vesszük figyelembe, hogy mára már simán vannak gyors manatöltődési karakterek 330-as sebzéssel, lásd Felint, Quenelt, ehhez képest közepes manatöltődésen ez a 340 nem különösen sok, én azt gondolom, és tulajdonképpen egy gyengécske, vagy gyengébb jellegű minyont kasztol mindenkire, idéz mindenkinek, ami ráadásul nem olyan erős minyon, és azon különleges képessége, ami a riposzt sem különösebben erős. Úgyhogy én összességében ezt a karaktert egyáltalán nem tartom hűde milyen jónak, legbarátibb megfogalmazásban is egy közepes karakternek, és tényleg azért az összehasonlítás miatt véget vessünk egy kukkantást Guan Jura, aki ugye eleve a Paladin osztály miatt, ha devben gondolkodunk, akkor már erősebb osztály, egy icike-picikével nagyobb a támadása is, mint ennek a mostani új zöldnek, és mint ahogy említettem, 390-et sebez mindenkire. Az, hogy át tud hatolni ez a sebzés minyonokon, ez minyonos ellenfeleknél gyakorlatilag ez óriási különbséget jelenthet, hogyha nem kell láthatolni mondjuk három rétegnyi ellenfélen, akkor akár és az idézőjelbe, zárójelbe még azt a sebzést is felszámolhatjuk neki, amit a minyonokat áthatol, abban az esetben az ellenfelek meghalnak, hiszen akkor a minyonok is ugyebár eltűnnek. Remélem érthető, amit ezzel mondani akartam, szóval ez egy nagyon jó képesség tud lenni minyonosok ellen. És arról pedig aztán végképp nem is beszélve, hogy az egyik legjobb szinergia alkotó képességgel bír harmadik pontjában, ami pedig a Defense Down, a mínusz 25% sem rossz egyáltalán, ha veszem azt, hogy milyen böszmét odaüt, és még ilyen szinergia alkotó, akkor ez egy nagyon-nagyon jó másodlagos vagy harmadlagos képesség. Minyonok esetében ez pedig még feljebb kúszhat, szóval Ganju az sokkalta erőteljesebb ennél a mostani új zöld karakternél, Liu Bei-nél. Egy icike-picike pozitívumként is talán tekintek én most per pillanat erre a dologra, ugye, hogy nem, az eddigieknél is egy imbább karaktert hoznak ki újdonságként, hogy erre is minden áron ráugorjanak a vásárlók vagy a játékosok, hiszen azt már tudjuk most, hogy a legközelebbi vízköpő akciókor kihozzák azt a nagyon imba, mindless atakos, minyonos, gyors töltődésű vízköpőt, amiért viszont fognak ugorni az emberek egyértelműen, aki egyébként ugorna, úgyhogy Liu Bei, nem pörgetek ezen az eseményen, örülök, hogy meg tudtam szerezni Shang Chiang-chungot, őt ezt a leányt azóta már ugye breakeltem is, és ha már 4 csillagos, és ha már break, akkor, és ha már videó is készül, akkor mindenképpen ugye meg kell említenem, hogy Kalo nerf megtörtént. Hát nerf, ez megint inkább egy megerőszakolás, nem nerf. Hát 70%-os sebzést oszt ki minden ellenfélre. Oké, amennyiben egy szövetséges sem halott, akkor kétszer ekkora sebzést oszt ki, de lévén, hogy nagyon lassúvá tették őt, kisebb attribútum béli sebzést is kapott egyébként, nagyon lassúvá tették őt, azért gyakorlatilag, hát attól függ nyilván, hol viszitek, meg milyen mánkotok van, nem lehet ilyen egyértelmű dolgokat kijelenteni, de olyan már nem igazán lesz, hogy nagyon lassú manatöltés mellett ne legyen halott ellenfél. Szövetséges, bocsánat, ha pedig van, akkor 70%-ot sebez. Ezzel így azt hiszem minden idők legkisebb sebzésű karakterévé lépett elő. És ugye a speciális képességnek az elsütése az megmaradt. Ebből az következik, hogy innentől kezdve már csak
Rush turnamenten lesz kifejezetten erős, kifejezetten használható. És a passzívhoz még ugye azt hiszem egyik előző videóban mondtam is, hogy amennyiben lenne nagyon lassú mana töltődésű vízköpő, akkor ő 5 körig kapná azt a stone skint, és ez így is van, Kalo mostantól 5 kör erejéig kapja a stone skint, ami egy nagyon-nagyon hosszú idő, és ez még akár brutálisan jó is lenne, lehetne, de megint csak onnantól származik ez a stone skin, miután ellőtted őt, és onnan addig meg igazából nem akarod ellőni őt, míg valakik meg nem haltak, de mire valakik meghalnak addigra, hát lévén mégiscsak 4 csillagosról szó, könnyen lehet, hogy ő is meghal, úgyhogy nem tudom, azt gondolom, hogy Rushon nyilvánvalóan most is nagyon durva lesz, és fogjuk őt használni, de azért ez a Krampus után Ferran break és nerf, az mi a break és nerf, ugye Kalo break és nerf, egy picikét azért már kezd tele lenni a hócipőm, nekem is. Némileg számolt, sőt, hát igazából számoltam ezzel, csak itt megint a proporciók, az arányok, ez az, amit nem bír az én agyam feldolgozni, hogy nem helyén valók, nevetségesek ezek a változtatások, amit nerf címszó alatt sokszor véghez visznek, ugyanígy buff címszó alatt. No, de mindegy, ennyit Kalóról. És lassacskán, nagyon-nagyon hamarosan most már itt a Soul Exchange. Nagy izgalmak közepette várom. De ha már ezt a videót készítem, akkor még azért megmutatom. Ugye a közösségi képként feltöltöttem, hogy nagy, illetve sok töpröngés után úgy döntöttem, hogy nincs nagyon mire várjak egy ilyen brutál triónál, mint amilyen volt El Nadaha, Kufui és Horus, úgyhogy elpörgettem azokat a gyémántokat, óriási mákkal, szerencsével, hát legalábbis ez relatív nyilván, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy El Nadaha dobta, így ő is fejlődik és konsulassan maxolódik. És hát ők megint ugye annyira erős kis hősök, hogy mindenképpen be fogom őket rakni Defense Teambe. Csak az érdekesség kedvéért ugye, amennyiben kettő holcsalád és El Nadaha Khonshu mind a kettő holcsaládba tartoznak, abban az esetben, ha az ellenfelek meglövik őket speciális képességgel, akkor 20% esély lesz, nem 10-20, duplája. Értitek, hogy az ellenfél a defense kapásból 24%-kal csökkenjen, ez nagyon brutál, és így majd, ha kiveszem Frigget a defenseből, akkor ebből a családi bónuszból gyakorlatilag könnyen lehet, hogy megvalósul az, amit egyéb iránt Frigg feladata lenne, úgyhogy nem is fog idézőjelben úgy hiányozni a defenseből. Amennyiben pedig megölik valamelyik őket, akkor nem 50, hanem 75%-kal úgy szintén defense down, és némi kicsi vizes sebzés lesz jelen. És a kettő karakter rejtett aktívja pedig a következőket tudja, mind a kettőnél Khonshunál és El Nadahánál is 70% sebzés minden ellenfélre. El Nadaha esetében diszpelelni fogja 50%-os eséllyel a legutóbbi buffokat az ellenfelekről, Khonshu esetében pedig, ami még durvább, minden ellenfél 3 körig mínusz 24%-os mana generációt nyer idézőjelbe. Úgyhogy csúnya lesz majd ez a defis, de ez még kicsit odébb van, jöjjön Atlantis, és aztán majd ki kell farmolni azokat a hátizságokat. Még egyetlen egy dolog, a fórumon bejelentették, hogy jön ez az új lehúzó esemény az Underwild alatt, tudsz majd venni valami kis csomagot, és hogy az eddigi Atlantis Rising Valhalla Forever ugyanúgy most jön a Tremor of a szezon 4-esnek ez az extrája. Most először, ahol minyonokat fog lehetni vadászni, nem minyonokat, bocsánat, hanem ilyen extra creepeket, és ha sikerül, akkor ugyanúgy, mint az eddigi, még egyszer szezon 2, szezon 3-asnál kapsz coinokat, talentpontot, ezt, azt, amaszt, és ha befizeted az ő összegüket, akkor 10-szer nagyobb valószínűséggel fogsz
fogod megidézni ezeket, és többet is tudsz megidézni belőlük, stb. Stb. Úgyhogy, ha valaki esetleg meglepődne, vagy csodálkozna, hogy mi az, amit meg lehet vásárolni, akkor ez lesz, és ezt inkább megint nem kommentelném. Egyelőre ennyit. Amit nagyon-nagyon várok, a Soul Exchange, kíváncsi vagyok, hogy milyen karaktereket fognak behozni. Ezt is jelezte a staff, jelezték a fórumon, hogy nem mondtak és nem is utaltak rá sehol semmilyen körülmények között, hogy mik lesznek azok a hősök, amiket hoznak Soul Exchange-en. Úgyhogy minden, amit az interneten látni lehet, az pusztán találgatás és kreálmány. Úgyhogy amint kijön a Soul Exchange, én majd jelentkezel. Biztosan át fogok valamit alakítani, a múltkori után most már muszáj lesz, már csak helyszűke miatt is, és akkor szépen alaposan kielemezzük, hogy melyik az a karakter, ami jobban megérheti, melyik az, ami kevésbé. Addig is szép napot, szép napokat, sziasztok!